Sziasztok, én Enderman Boti vagyok, és ebben a videóban megmutatom, hogy hogy lehet megszerezni a jetpacket a Mercedes. Először akkor szökj ki. Megint nagyon hangos a játék. Ezt egy kicsit lejjebb veszem, hogy ne legyen hangos. Kicsit. Aztán, hogy szök ki, amivel ki tud szökni. Mert helikopterrel is, de az akkor át kell váltani rendőri, meg minden ilyennel. Én most egy spoonnal szöktem ki. De ha valakinek nincs helikopter, akkor ajánlom neki, hogy a helikopteres módszerrel szökjön ki, ami a jailbreak-es videóban is benne van. Ugye rendőr, leszállsz a helikopterrel, átváltasz bűnözővé és elmész a helikopterrel. Akkor én most ide leszpanoltam a helikopteremet, ezért van most ilyen kevés pénzem, mert ezt vettem meg. Nem rég. El kell menni akkor a bűnöző bázisra, ami ott van a kaszinó mellett. Jó, akkor hogyha megértem ide a bűnöző bázisra, akkor itt nem lesz túl sok dolgot, el kell venni egy tetszet vagy egy pisztolyt. Én inkább pisztolyt használok, és nem tudom miért vettem el a kést. De bocs. Akkor gyere el a nightclubhoz, ami ugye ez a Coruscant City, hogy itt van. Aztán... Gyere a nightclubhoz. Ja, nem, a késre nincs szükség, ezt most letisztázom veletek. Csak mert véletlenül vettem csak el. Itt meg kell jegyezni a színeket. Kék, zöld, kék, zöld. Ezt fel lehet írni. Kék, zöld. Zöld. Ezt felírod. Akkor ide kiírja. De ne a kezdőbetűket, mert azokat kihestegeli. Ezt már egy csomókat próbáltam. Hestegelve lesznek. Aztán gyere fel egy szokásos nightclub rablásnál. Csak most nem rögtön mész a pénzhez, hanem ha itt átugrasz, akkor ide be kell lőni azokat a színeket. Kék, zöld. És ha zöld lett, akkor jó lett. Mármint az automata teljes felülete, ha zöld lett, akkor jó lett. Mert akkor kinyílik az a Six Feet Storage, amit most meg nekünk kell menni. Kirabolni a nightclubot, mert az hosszú lenne. Ide jössz, kiveszed a kártyát, ez a bass keycard, ilyen szép, hát bordós rózsaszín, nem tudom, ilyen színű. Szinte a nightclub rablásnál. Aztán, hogyha még nem vették el a helikopteret, úgy lehet megcsinálni, hogy beállítások és vehicle lockot onra állítod, így nem tudja senki elvenni, még a barátod sem. Aztán el kell menni a repülőtérre, ami a piramissal van megjelölve. Ott egy kicsit, nem a piramissal van megjelölve, félrebeszéltem. Itt van a piramis, és rögtön mögött van a repülőtér, szóval, hogyha helyez a piramisot, már látod a repülőteret, szóval ez így könnyebb. Mert én, amíg nem volt piramis, mindig kerestem a repülőteret. Aztán... De ha bejössz a repülőtérre, akkor... Ugye mint egy sima, hogyha kiszednéd azokat a... ATM-et, meg a... azokat is ki lehet szedni a
programozó is működik a jetpack. De ha ide jössz, akkor ezzel a kártyával be lehet kapcsolni ezt az ajtót, és el lehet venni a jetpacket. És amúgy az az érdekes, hogy a jetpack a piramisban nem működik. Tudjátok, a piramis az új rablás most a Mad City-ben, és láttam, legalábbis már én is kipróbáltam, és videósoknál is láttam, hogy a jetpack a piramisban nem működik. Persze minden más boltban igen, csak a piramisban nem. Ugye a kupla space-re lehet előhívni, a piramisban nem működik a jetpack. Csak ennyit akartam még hozzáfűzni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. I think you got